Üdv emberek! Battlefieldezzünk kicsit, én azt mondom. Ma így a War of Rights után megjött a kedvem ehhez is, újfent. Na, németek vagyunk megint. Mivel menjek? Asszalúta, majd elmedik kell megyek. De asszalútnak annyira nincs értelme. Axum a fegyver miatt. Na, menjünk, Fritz bajtársaim. Na, itt már lövöldöznek. Jött-e velem vagy, bocsánat? Téged... Ne! Ebben kérdezni akartam, hogy hogy sikerült meghalnia itt. Na mindegy. Hát így. Ugyanolyan figyelmetlen volt, mint én. Na mindegy, egy próbát megért. Menjünk megint oda. De most ilyen frontlines, vagy nem tudom milyen játékmód vagyunk, ez ilyen 16 vagy 16 kisebb pályákon. Kell neked, izé. Gyerünk, jó. Ott, ne add fel. Itt vagyok, haver. Jó. Fürth Surgery Merit, helyes, kérem meg a ribbonokat. Azt rohadt. Jaj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 
Aha. Hát, ott a mocsok. Rádürítem a tárad. Szemétláda. Ezért jó a medik, mert annak korlátlan ilyen elsőségét csomagja van, és ezt magára tudja, hát meg ugye mindenkire tudja fordítani. Jó, kicsit nyomjuk előrébb. Ott vitt a szemét! Hahaha. Áh, becsúrja előlem a gyógyítandot. Az érdekel, hogyha felveszem a... Aha, akkor megmaradok mediknek, jó, csak kell vele először. Nagyon nem szoktam felvenni másoknak a cuccait. De az STG-t azt szeretem. Csöröknek lőszere, emberek. I need ammo. Ez az. Keine Munition. Na, itt van egy rak. Jó, na akkor nyomjunk. Kire lövöldözünk. Leszeretem a hangját ennek. Uff, ott valami robbant. Próbáljunk meg kerülni, én azt mondom. Ilyen face to face most, tehát nagyon bevették őket magukat, ráadásul pont ilyen oldalban kéne előre nyomulni. Egy kedvezőtlen terep viszonyok között. Na, gyerünk. Hát ezért meglepett ez a csávó. Na mindegy. Megyünk továbbra is medikkel. És tényleg különböző ilyen objektíveket kell végrehajtani, például felrobbant ilyen mitteljén, miket rádiválásokat. Ágyukat. Nekünk sikerül. Lassan. Pont az előbb voltam kicsit bemelegíteni egy másik pályán. Ott például hülyére vertek minket. Ők támadtak végig. Tessék, haver! Gyerünk, add föl! Szükség van rád! Menjél tovább! Ott egy valaki kukucská. Hát én nem pont ezzel fogom lelőni, az biztos.
volt, és aztán ez feltűnő fejjel nem tudhattál volna meghalni. Isten. Úgy tetszik a szemüveged, meg a headgear. Elfogadnám. Kérjél föl. Te is kérj föl. Nincs ide lazsán, gyerünk. Telezont. Messzes, mit talán? Jó, az lelőtték. Velem volt-e vagy nem? Valószínűleg nem. Gyerünk. Plant. Jó. Én csináltam, vagy nem? Nem tudom, ki csinálta. Én nem nagyon csináltam, játszottam ez a játékmódot, azt mondta, simán lehet, hogy nem én voltam. Remélem, lecsúszok innen miközben. Jó. Hogy ott van az a kis tengerparti sáv, ott van néhány épület, hoppa. Hoppa. Az Narvik, ott játszódik egy másik pálya, ugye ez itt Norvégia. Tú. Jó. Nyertünk, ez volt a feladat. Gyorsan vége lett. Az előző pályán ott az nem kinkes erős volt. Kaptak is egy kégét. Á, sehol nem vagyok. Na mindegy. Kapom itt a dolgokat, XP-ket. 100 aranyat, vagy mi ez? Company coin-t, bocsánat. Kicsit túl sokat az Európa Universalis. Create objective, or diffuse. From lines, nem mindegy. Nyomjunk egy kis breakthrough-t. Az a kedvenc játékmódom. Ez kicsit olyan, mint a BF1-ben a mi ez? Az Operation játékmód. Csak itt ugye ez gyakorlatilag egy pálya. Nincs folytatása, az a Grand Operation-t kellene nyomni. Multiplayer Breakthrough. Nyomjuk. Hát igen, most ugye ez a Tides of War, ez egy ilyen eseménysorozat itt a játékon belül. Most ugye oda van, most erre frontline játékmódra vannak ilyen jutalmak, úgyhogy nyilván ott többen fognak játszani, meg gyorsabban találtam egy csit, az előzőt például egy másodperc alatt megtaláltam. Szóval, ja. Meg is találta Narvikot nekünk, amiről az előbb beszéltem. Na, ó, most szövetséges vagyok, na, ritkán vagyok mostanában. Valamiért elérhető tank. Menjük akkor tankkal. Matildát ugye sikerült fejfejleszteni, ráraktam valami erősebb ágyút, de egyik ilyen specializációnak köszönhetően ezzel most már jobbat fogok sevezni még a nehezebb tankoknak is, de egyenlő menjünk előre. Hello. Igazából ő lenne a sofőr körülbelül, úgyhogy előbb egy kiszállt itt közben. Elkap egy kis suppression-t. Nyomás előre. Ugye a járművek terén ezeknek az ilyen speed boost-oknak búcsút inthetünk. Oh, hello. Én nem akarok hülyeséget mondani, de mintha a BF1-ön is lett volna ilyen. Na jó, behúzom itt az időmet. Aknákkal. Sajnálom, haver, de át kell mennem rajtad. Au. Au. Ah! Hát ez... Oh. Inkább nem mondok semmit. Csinálok, mintha nem is történt volna, aztán kész. Ez kicsit kínos. Nyomjunk előre inkább. Jó.
Én bekurvan ezt a B-t, hoppá. Ó, hogy ott voltál a sinen, aj. Jó van, kicsit vak vagyok most. Előző meccsen jobb voltam. Repülőgép, nem. Ha pedig tényleg jól lenne a B-t elfoglalni, mert látom nem jutunk előre. Hogy lesznek itt megint. Na jó van. Ó, Isten, hajra összeszednélek, de... Jó, most kilőttem. A szemét ládát, aki nyílt az előbb. Ne! Fú. Az is, annak is kéne, meddig az a baj. Nem szedi össze senki. Jogi haver. Jó. Szembe! Fú, de hogy nem találtam. Értem, meg én átállítottam egy is lövésre, de most időben észrevettem. Jó, ben vagyunk a zónában, foglaljuk csak el. Jó, ez a füst, ez még jól is jöhet. Kicsit biztosabb fedezéket találni. Nem érzem magam túlságosan nagy biztonságon itt és mondom. Ah, ez esélytelen volt, a domról is lőttek, szemből meg a domzonnal ez. Ez kizárólag sikerült volna. Közben az A felé sincsen semmi változás. Ha most bepróbálkozok, akkor arra felé egyet. De miért ne alapon? Ez egy Staghound vagy egy Matilda. És ennyiből nem bírtam felismerni. Hihihihi. Ó, füst. Nincs éppen rejtőszínem sajnos. Inkább ilyen Arrasper Hamada régióra vagyok. Kapta te velem, hogy berendezkedve ruházatileg. Meg Twisted Steel. Hát ez nem erdő volt. Áh, jó, mindenre egyet lelőttem. Ugye közelre szerintem sokkal jobb a Thompsonnal lőni csípőből, mint irányzékkal. Szerintem ez kb. Erre lett kitalálva ez a fegyver. Nem nagyon van előre nyomulás az a helyzet. Vegyünk fel max lőszert, mert ugye itt a BF-ben ugye kb. Így a 66%-ával indul az ember a elérhető lőszer készletének. Ezzel akarták egy kicsit használhatóvá tenni a support class-t, mert így viszont tényleg elég gyorsan. Meg ugye nem is vett fel annyi hűdesek lőszert, mint mondjuk egy előző részeg vagy a BF3-4-ben. Tehát itt az jóval kevesebb lőszerről gazdálkodhat az ember. Itt valaki németül ordítozik, áh! M1922 machine gun, ez valami új fegyver lehet. Utah Gunner Sick Player. Jó, inkább. Nem érdekel minket a chat. Csak foglalja a helyet a kezelő felületen. Na, Isten, mi a franc volt ez? Mi a franc ez? Nem tudom, hogy ti láttatok-e fekete kockákat a képernyő a bal szélén megjelenni. Bizarr. Az anyád, a szemem sarkába pedig láttam már. Hát egyszerűen nem jutunk előre. Egyszerűen nem tudunk előre jutni. Mivel kéne?
próbálják supporttal segíteni. Itt osontak az oldalunkba. Ne! Jó, nem, hogy kettőt leszettem. Jön valaki éleszteni? Ugye pont itt alattam látszik, hogy milyen messzire van egy medik, és hogy és abból lehet látni, hogy közeledik-e felém, vagy nem. Tehát ez is egy... jól emlékszem, szerintem, hogy gondoltam komolyan. Tehát jól emlékszem, ilyen nem volt még a korábbi Battlefield-ekben. Lehet, hogy egyben már volt, arra nagyon régen játszottam, arra nem emlékszem. Nem akarok hülyeséget mondani. Repülő. Spitfire. Gyerünk. Áj, ne! És az ilyen instant javítás X, tehát van egy ilyen... Ja nem, nincs. Valamelyik néhány repülőnél van egy ilyen instant javítás opció, ami egy nem az egész repülő, de egy ilyen bizonyos százalékot feljavít, úgymond. Van, mi a négyes? Aha. Flare-ek, nem tudom, hogy minek. Ez a nehéz gép puska, jó? Akkor jó, hogy lassan kitanulom itt a saját tövelem, vagy kitanulom itt a saját repülőgépemet. Valakit eltaláltam. Au, au, au. Javíts, javíts, javíts. Javíts még egyet. Jó, köszönöm. El lehet olyan csapni repülővel? A katonákat, hogy elkapni a szárny végével, Nem akarok már most kísérletezni, mert így pedig szarul állunk. Legalább megy a suppression fire. Hát nem vagyok itt túl nagy segítség. Helyzet, hogy ellenséges légierőnek nyoma sincsen. Júj, na ez csúnya volt, flakkal leszettek. Hát ez gyalázat volt. Hát ez nagyon gyalázatos volt, ilyen gyorsan még nem kaptunk ki breakthrough-ban, szerintem. Na mindegy. Hát jól van akkor, ez volt a Battlefield-et. Szerintem még mindig egy marha jó játék. Nagyon pörgős tud lenni. És nem beszél arról, hogy mennyire mocskos mód jól néz ki, de tényleg valami nagyon hangulatos. Csak kár, hogy képtelenek vagyunk nyerni. Na jó, nem az egyik frontline-t, azt megnyertük. Ez a breakthrough-val, ez nagyon nagy szívás volt. Na mindegy. Köszönöm, ha ezt is megnézted. Biztos vagyok benne, hogy jövök még Battlefield-et videókkal, akár érdekel, akár nem. Akár szükséged van rá, akár nem. Én feltöltöm, szóval... Hello!